Ma a Holdról fogunk tanulni. Arra kérlek titeket, hogy a füzetetekbe írjátok fel címnek azt, amit itt láttok, hogy a Hold. Természetesen itt is nagybetűvel írjuk a Holdnak a nevét, hiszen ez egy tulajdonnév, egy égitestnek a neve. És utána pedig, ahogy megy a vetítés, a vetítésben látható vázlatpontokat is írjátok le a füzetbe, és tanuljátok meg. No, kezdjünk is bele! Az első fontos tudnivaló, amit a Holdról tudnunk kell, hogy nincsen saját fénye. Csak a naptól kapja ezt, a nap fényét veri vissza, a nap világítja meg, pont ugyanúgy, mint mondjuk a Földnek, hiszen a Földnek sincsen saját fénye, emlékeztek, tanultuk ezt, hanem ő is, mi is a naptól kapjuk ugye a fényt, ugyanez a helyzet a Holddal is. Tehát csak a nap fényét veri vissza. Nincs légköre sem, ezért például a Holdon nem terjed a hang, és nincs rajta szél sem. A hőmérséklet itt nagyon szélsőséges, akár plusz 160 fok is lehet rajta, vagy mínusz 130 fok is rajta. Ezek a tulajdonságok, tehát hogy nincsen rajta légkör, hogy a hőmérséklet szélsőséges, azért nagyban megmagyarázzák azt, hogy miért is nincs a Földön élet, hiszen ezek a feltételek nem túl ideálisak ugye ehhez. Akárcsak a Föld, a Hold is végez mozgásokat. Először is kering a Föld körül, és forog a saját tengelye. Ami viszont különbözik a Földtől, hogy mindkettőt ugyanannyi idő alatt, körülbelül 29 nap alatt teszi meg, tehát a Föld körül is 29 nap alatt fordul meg, és a saját tengelye körül is. Néha úgy látjuk, hogy a Hold alakja változik, ugye? Tehát egyszer nagyobbnak látjuk, egyszer kisebbnek, hol többet, hol kevesebbet látunk belőle, de ez nem igaz, csak az az oka, hogy a nap nem egyforma részét világítja mindig meg, pont azért, amit az előző dián láttunk és olvastunk, hogy forog a saját tengelye körül, és kering a nap körül, ezért nem mindig ugyanakkor a részét világítja meg a nap, ezért van az, hogy van, amikor nagyobbnak látjuk a Holdat, és van, amikor viszont csak épp egy kis csíkot belőle. Ezen az ábrán, képen látod a Holdnak a változásait, itt az alsó csíkon, tehát látod, hogy van, amikor szinte semmit nem látunk belőle, aztán van, amikor a felét, van, amikor egy teljes részét. Ezekről a fázisokról fogunk egy kicsit most beszélni, hogy mi is ezeknek a fázisoknak a neve. Itt is ezen a képen látod. Az elsőn azt látod, hogy egy D betűt, egy nagy nyomtatott D betű formát vesz fel a Hold, sőt, még a másodikon is ezt látod. Ilyenkor azt mondjuk, hogy nő a Hold, ilyenkor egy nagy D betűre hasonlít leginkább, úgy tudod könnyen megjegyezni, hogy dagadó Hold, D mint dagadó. Addig nő a Hold, amíg el nem érkezik a harmadik képhez, amikor az egész felén forduló részét megvilágítja a nap, és ilyenkor van teli Hold. Aztán ez ugye egy-két napig tart, utána ez elkezd csökkenni, fogyni. Ilyenkor egy tö, nagy nyomtatott tö betűre hasonlít a Holdnak az alakja. Ilyenkor ezt úgy tudod könnyen megjegyezni, hogy csökkenő Hold, ugye az is tö betűvel kezdődik. Kitettem neked ide a következőkbe ezeket a fázisokat, mindjárt látjuk. Tehát, ezt írd le a füzetedbe, növekvő Hold, ilyenkor D betűre hasonlít a Hold alakja. Teli Hold, ilyenkor a legnagyobb óriásinak látjuk, hiszen a teljes felén forduló rész világos. Csökkenő Hold, ilyenkor C betűre hasonlít az alakja. És az új Hold, ilyenkor alig látszik, csak egy vékony kis csíkot látunk belőle. Állítsd meg nyugodtan a videót, hogy le tudd ezt a szöveget írni. Nézzük egyenként. Ugye ilyen a növekvő Hold.
Tehát a növekvő holdnál, ugye látod, ahogy felveszi folyamatosan ezt a d betű, nagy nyomtatott d betű alakot, ugye, ahogy egyre nagyobb és nagyobb lesz ugye a pocakja, hiszen nő, dagad. Valójában ugye ugyanúgy, ugyanakkora az alakja, csak éppen az egyik része a sötétben van, mert a nap nem világítja meg. Itt ez a teli hold. Ilyenkor ugye a teljes felénk lévő részét a holdnak megvilágítja a nap, és ilyenkor látjuk a teljes részét. Ugye ilyenkor van az, hogy éjszaka is szinte mindent látunk kint, mert annyira bevilágítja az egész tájat a hold. Aztán ugye elkezd csökkenni, és ilyenkor ugye veszi föl, ahogy itt is látod, ezt a nagy szövetű alakot, ugye egyre inkább csökken, fogy a hold, és végül eljön az új hold. Még ennél is van, amikor kevesebbet látunk belőle, amikor csak egy kis, nagyon kis vékony csíkot látsz a sötét égbolton, az az új hold, és utána viszont nagyon fontos, hogy ezek a fázisok elkezdenek előről kezdődni. Azaz, új hold után megint elkezd nőni a hold, teli hold lesz, megint elkezd csökkenni, és megint új hold lesz. Aztán ez így megy előről, újra és újra, körülbelül 29 naponta. Még egy olyan információ a holddal kapcsolatban, ami érdekes és fontos lehet. 1969. július 20-án járt először ember a holdon, mégpedig Neil Armstrong, amerikai űrhajós, őt látjátok a képen is, tett sétát a holdon, és az a mondat, amit itt fölül láttok, hogy kis lépés egy embernek, de hatalmas lépés az emberiségnek, ezt ő mondta holdra szállása után.